Asztalos Zsolt Emlékmodellek című kiállításán vagyunk a Kiszcelli Múzeum templomterében, fővárosi képtár templomterében, és kép nagyobb léptékű installáció látható ezen a kiállításon. Az egyik installáció videóból áll, öt darab videó látható, ezek előtt állok én most. 2016-ban nyúlik vissza, amikor Asztalos Zsolt Gyergyószárhegyen, Művésztelepán készítette ezeket a felvételeket. A módszer az nagyon egyszerű: tulajdonképpen helyieket keresett meg azzal a kéréssel, hogy felvegye őket, miközben életük fontos eseményeit visszaidézik, miközben emlékeznek. Ezeket nem verbalizálták, nem mondták ki szavakkal, a folyamatot viszont asztalos volt, rögzítette. Ahogyan a belső képek peregnek az interjúalanyok szem előtt. Tehát arról van szó, hogy az emlékezésnek a külső vizualitáson keresztüli megragadhatósága áll a műveknek a középpontjában, a videó középpontjában. A történetek, amelyek az egyének mögött rejtőznek, az egyének emlékeiben rejtőznek, szándékoltan nem kerülnek felfedésre, rögzítésre, verbalizálásra. Tehát ez a kettőség határozza meg ezeket a videókat, és ezt Asztalos Zsolt nekem 2016-ban mutatta meg, ezeket a videókat, amikor úgy gondoltuk, hogy Mővebben kell foglalkozni ezzel a témával, illetve egy nagyobb szabású installáció keretében érdemes bemutatni őket. Sokat egyeztettünk erről, az emlékezésnek a témájáról, az emlékezés képzőművészeti hagyományairól, feldolgozási lehetőségeiről, és ez vezetett el ahhoz, hogy egy nagyszabású tárgyinstalációt is létrehozott Asztalos Zsolt, amely az emlékmodellek címet kapta, és ez a kiállításnak címadó tárgyinstalációja is. Hogy az a kérdés kerül előtérbe, hogy mennyire ragadható meg a belső, az emberi folyamatok, az emlékezésnek a folyamata a külsőn keresztül. Ennek következtében, ezek a ö, művek, és itt a beállításokra, a kamerakezelésekre, fényekre szeretnék utalni, azt a hagyományba való illeszkedést erősítik meg, ami a képzőművészetnek a portréfestészeti történéseihez, a portréfestészet hagyományához kapcsolódik. Ezeknek a felvételeknek nem csak a vizuális elemei, hanem az akusztikai elemei is nagyon jelentősek: kutyaugatást, harangszúgást, óraketyegést, hallhatunk, és ennek következtében a múló időt érzékelhetjük. A kettőség, az eseménytelenség, a külső eseménytelenség, mozgásnak a hiánya, a kamerának a változatlan nézőpontja tulajdonképpen egy megállított idő érzését kelti, ugyanakkor az akusztikai elemek, a videó akustikai elemei pedig az idő múlását. Így ez a belső megélt idő és a külső, mondjuk az, hogy fizikai idő, itt már egy francia filozófus, Ari Bergsonnak a terminológiáját használtam, ö, ellentétbe kerül, vagy összesűrűsödik tulajdonképpen ebben a műcsoportban. És ezért egy salgó polc rendszerre kerültek a vetítendő felületek, különböző méretekben, különböző magasságokban, de az emlékezés az konstrukció. Tehát, ahogyan emlékezünk, az, nem ugyanaz, ahogyan valójában történtek az események. Ez persze sokkal bonyolultabb probléma, ennek a konstruáltságát, utólagos egymásra tételét, összeillesztését, ahogyan egy-egy múltbéli eseményt felidézünk, erre szerettünk volna utalni az installáció formájával és módjával. Ugyanis Zsolt számára nagyon fontos az, hogy a munkáit, amik lehetnek akár mozgóképek, printek, fotók, tárgyak, ezek mind-mind egy ilyen raktárszerű hangulatban, vagy a raktárszerű atmoszférában legyenek bemutatva. Tehát ez a keresetlenség, véletlenszerűség fontos számára. Talán a legismertebb munkája, amit 2013-ban a Velencei Biennálén Magyar Pavilonban kilőtték, de nem robbant fel című műcsoport, talán ezt a legkönnyebb emlékezetünkbe idézni, hasonló módszerrel dolgozott. Említettem a Kánon képzésnek, a narratíva képzésnek a megkérdőjelezését, az ezzel való foglalatoskodást, és itt eznél a projektnél megint csak párhuzamba szeretném állítani asztalos zsoltnak egy gyakorlatilag ezzel a projekttel majdnem egy időben született másik projektjét, ami a művészettörténeti kánon képzésre fókuszál. Itt sem felejti el, vagy hagyja ki az emlékezésnek a kérdéskörét, ugyanis, hogy olyan mozgóképek, videók keretében mutatott be projekteket, aminek az a címe, hogy emlékezés egy gyűjteményre. Ez az emlékezés egy gyűjteményre az FKS-e tulajdonába, gyűjteményébe került művekre fókuszál, és megkérdezi azokat a művészeket, akik már 30 éve körülbelül nem látták a munkájukat, miután bekerült az FKS egy gyűjteményében, hogy hogyan emlékeznek erre. A Body of Art című sorozatában egyes gyűjteményekben található modern magyar művészek, nagymestereknek a munkáit hátulról fotózza, azokat összeilleszti, egyfajta konstrukciót hoz létre. Ez a konstrukció egyébként visszaköszön a Kiszcelli Múzeumban található kiállításon, a tárgyinstalációk formájában. A kiállítás másik nagy egysége egy tárgyinstaláció, ami a templom tér hajójában látható, 45 darab tárgyat tartalmaz, azt a különböző magasságú asztalokra és pódiumokra, vagy akár a földre helyezve. Ez az Emlékmodellek című tárgycsoport, tárgyinstalláció asztalos zsoltnak az emberi emlékezettel foglalkozó vizsgálódásait és érdeklődését jelentette. Ehhez Asztalos Zsolt tudományos, igényi, tudományos jellegű munkákat olvasott az emberi emlékezetről. Ebből szeretném kiemelni Ellen Bedlinek az emberi emlékezet című könyvét, melyet 2001-ben az Osiris kiadó magyarul is megjelentetett, méghozzá Racsmány Mihály fordításában, aki igen neves, emlékezett kutató nemzetközi szinten is jegyzett emlékezetkutató volt. Tehát Asztaló Zsolt ezekkel a szövegekkel foglalkozott, átalakította, azt lefordította saját nyelvére, és számára fontos információkat kiemelt ezekből a szövegekből. Ezekbehez a szövegtöredékekhez pedig ö, saját elkészített tárgyakat, maketszerű tárgyakat, modelleket készített, nem egyértelműen illusztrálva azt, hanem az emberi emlékezet működésének jellegére utalva. Ugyanezt követtük az installációnak a kialakításánál is, amikor ezeket az asztalokat elrendeztük és elterveztük. Hozzáteszem azt is, hogy egy fontos szempont volt a kiállítás rendezésekor, illetve a kiállítás megtervezésekor, hogy olyan anyagokat használjunk, ami egyfelől környezetbarátak, másfelől pedig újra felhasználhatók. Ez tökéletesen illeszkedett a fővárosi képtár kihajtási politikájába, vagy legalábbis szándékaikba ők ezt alkalmazzák. A mű kialakulásának a folyamata, ahogy korábban is említettem már, összekapcsolódik az intézményesült narratívákkal, a történettudományjal, a művészettörténettel és a pszichológia tudományának vizsgálatával, az emlékezett kutatás tudományos nyelve és a megért érzelmek közötti ellentét, elidegenítés fejeződik ki a művekben. A tárgyaknak igen nagy szerepe van, azt Zsolt eddigi művészetében is, a tárgyak azok, amelyek túlélik az embert, ahogyan ezt megtapasztalhattuk, vagy utalást tettem már az emlékezés című videókban is. Ez 2016-ban egy olyan ö, sorozatban ö, valósította meg a tárgyakra való összpontosítást, amely szétszedni és újra összerakni címet kapta. Ott egy antik íróasztalt újított fel, újítatott fel, és a felújítás folyamatát rögzítette mozgóképpen. A felújítás folyamata alatt asztalos szorítókkal összefogott mai anyagokkal kipótolt, ám de úgy tűnt, mintha korabeli anyag lenne. Ennek az alkalmazását és ennek az esztétikáját próbálta közvetíteni. A folyamata, a rekonstrukció mi voltja, hasonló tulajdonképpen az emberi emlékezéshez.